A következő kiváló előadónk korábban volt országgyűlési képviselő és államtitkár is. A Szegedi József Attila Tudományegyetem történelem szakán végzett, ahol hosszú ideig tanított, doktorált, majd kandidált is. Az általa alapított balkanisztikai kutatócsoport vezetője, korábban a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatójaként is ellátta feladatait. A Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, tanszékvezetője, később pedig rektor helyettese és a Bölcsészettudományi Kar dékánjaként is működött. Szakterülete Erdély és a román-magyar-magyar-román kapcsolatok, valamint Trianon és az elszakított magyar lakta területek magyarságának története. Leginkább a trianoni békeszerződésnek kevésbé nevezhető diktátum igazságtalanságairól, valamint az azt megerősítő 1947-es párizsi békeszerződések éles bírálatai miatt is vált ismerté és közszeretetté. Számos könyv és tanulmány szerzője. Fogadják sok szeretettel dr. Raffai Ernőt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 11 óra 22 csúszásban vagyunk. Én megpróbálom egy jó negyed órában elmondani az álláspontomat. Az előadásom címét azt ugye elfelejtettem, de akinek van meghívója, tudja a magyarság szétdarabolása és a jövő, hogy milyen helyzetben, arról fog beszélni, hogy milyen helyzetben van a magyarság, és van-e kiút a helyzetből. Mert a helyzetünk rossz. Hallottuk valamennyien a kiváló előadókat, András Valai professzor úr, miniszter úr, Csókai doktor úr, professzorasszony előadását a környezetvédelemről, annak a síralmas helyzetéről, az orvoslás és az istenség, Isten hit kapcsolatáról, erre majd visszatérek a hozzászólásom végén. Hallottuk a néprajz tudomány kapcsán a hagyomány fontos szerepét, és az előttem szól tudósok, akik megítélésem szerint valamennyien a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai. Ja nem? Na erre majd visszatérek a történetírásunk kapcsán. Megállapították, hogy a helyzet, a világ népeinek a helyzete, a környezetvédelmi helyzetünktől kezdve a néprajzi hagyományok további éléséig bezárólag valami tragikus helyzetben van. Ezt így együtt hallani, hát mit mondjak, ez valami rémisztő. Jövőt jósol nem csak a föld golyóbis népeinek, hanem a magyarság számára is. Ugyanis az a helyzet, hogy a magyaroknál van egy nagy plusz, ami mínusz persze, az, hogy szét vagyunk darabolva 10 országba. A múltkor egy újságírónak mondtam, azt mondja, ne beszéljél már hülyeséget, mert csak 6-ba. Akkor most nézzük végig. Csehországba kitelepítettek a felszabad dúlás hosszú úval után 40-valahány ezer magyar, tehát egy komoly magyar kolónia lakik, tehát Csehország, Szlovákia, Ukránia, ahogy a régi magyar nyelvben mondták Ukrajnát, Ukránia, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, kihagytam valamit. Ja, Lengyelország is kapott Trianonban 25 falut, Lengyelország, ugye, ott komoly magyar emlékek vannak. Konrád Szutárszky meg Domokos László írtak egy kis könyvecskét erről, és végül a Csonkaország. Hát, ha jól számolom, ez 10 ország, ugyanakkor Horvátországot például nem mondtam, most nem régen volt Zágrában a természetesen Adi Endre körben előadásom, és ugye Adi a magyarság és a magyar kereszténység hatalmas ellensége volt, miközben a világ legcsodálatosabb istenes verseit írta, és a szerelmes verseiben is a világ élvonalába tartozik. Tehát Zágráb, ugye Horvátországban
tűnt el a trianoni magyarság, az ott Trianonban oda került magyarságnak a legnagyobb része, 92-93%-a. Miközben a Kalasnyikov ügyben, amit hárman csináltunk, a legteljesebb tiszta szívvel segítettük Horvátországot, hogy elnyerjék a nemzeti függetlenségüket. De ez egy másik történet. Ezt már sokszor elmondtam, de nem tudom kihagyni ezt a kis történetet. 1986-ban a Szegedi Egyetemen voltam, akkor még adjunktus, következő évben lettem docens, ha jól emlékszem, tök mindegy. És a történész szakkönyvtárba mentem, ahol a Cene Gabi könyvtáros asszony, fia később olimpiai bajnok úszó lett, innen nevezetes család, azt mondta, hogy találtam itt egy tanulmányt, ezt olvasd el, mert téged, mint trianonozót, ez érdekel. A demográfiai szaklapban volt, hogy az, hogy már a kérdés föltevés is botrányos volt, hogy azt mondja a demográfus, hogy mennyi lakósa lenne Magyarországnak a 80-as évek közepén, hogyha nem történik Trianon. Három szempontot vett figyelembe: a szaporodási rátáját a magyaroknak, a halálozási rátát, meg az 1880-90-1910-ben volt ugye a dualizmus idején a Magyar Királyi Statisztikai Hivatal által tudományos kérdésföltevés módszerekkel végrehajtott integrális magyar népszámlálás, hogy az 1880 és 1910 között a magyarosodási ráta mennyi volt. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert tényleg, ha a 80-as magyar arányt nézzük, hagyjuk, nem mondom a számokat, tehát 1867-ben egy román kolléga mutatta ki, egy 934-es Granica de Vest című könyvében, magyarul nincs meg a könyv, hogy 1867-ben a Magyar Királyság népességében a magyarok számaránya 44,4% vala. Hát ez nem olyan sok. És 1910-ben pedig 54,5%. Ez már legalább 50% fölé ment, de megjegyzem zárójelben, de többet erről a kérdésről nem akarok beszélni, hogy a migráns zsidóság száma 1910-ben 911.227 volt Magyarországon, plusz azokat a jiddisul beszélő zsidókat a Magyar Királyi Statisztikai Hivatal németnek vette. Tehát körülbelül 1,4 millió izraelita, és ők zsidó vallásuknak, de 90-95% közötti arányuk magyarnak mondta magát. Most a népszámlálási módszert, arról nincs idő beszéljek, nagyon érdekes volt. Nem kérdezték meg, hogy mi az ön nemzetisége, hanem mi az ön anyanyelve és mi az ön vallása, és innen ki kell ókumlálni a dolgot. Tehát a helyzet az, hogy az 54,5% szűken volt meg az 50%. És akkor azt mondja ez a demográfus ebben a 986-os cikkében, hogyha nincsen az ország szétdarabolása, rövid szóval kifejezve Trianon, akkor 1985-ben a magyar állam összlakóinak a létszáma, a lélekszáma mintegy 36 millió lenne, és abból etnikai magyar mintegy 31 millió lenne. Ezt én tovább gondolom, 2019-ben körülbelül 40 milliós magyar királyság lenne, majd erre a királyságra visszatérek, mert anélkül nem megy a dolog. Köztársaság az mindig rosszat csinálta az emberiséget, tudnám sorolni a francia köztársaságtól kezdve Mobutu elnökig, és így tovább a köztársaságok tevékenységét. Tehát körülbelül 40 millió lenne, és olyan 35-36 millió etnikai magyar. Ehhez képest, mit is számoltunk? 10 országba vagyunk szétszorva, 11. Horvátország, ugye ott Fiumébe és meg különböző helyeken, Splitben, mindenhol vannak kis magyar közösségek, és hát ez a 10 országba való szétszórság, plusz az egészségügyi helyzet, plusz a hagyományokhoz való nem ragaszkodás, plusz a környezetvédelem, az a mérgezés, amit professzor asszonytól hallottunk, és Magyarországon is megvan. Hát ez nem valami jövőt, szép jövőt jósol. Most menjünk egy kicsit tovább,
9 percre beszélek, rémisztően megy az idő, hogy milyen a helyzete a magyarságnak az idegen, bocsánat kérek, úgy mondom, hogy gondolom, ha megengedik, az idegen megszállás alatti NATO szövetségeseink területén lévő országokba. Itt hoppá, egy új nemzetbiztonsági problémára világítottunk rá ezzel a spontán, annyira nem spontán mondattal, vagyis Románia NATO szövetségesünk, és ha bajba kerül, az életünket kell adjuk érte. Szlovákia úgy szintén, miközben Európa legsovinisztább három országa, Románia, Szlovákia, Ukrajna, helyesbítek, number one Szlovákia, number two, de küzd az aranyéremért Ukrajna, és Románia stabilan dobogós. Ugye? Ahol az a helyzet, hogy a romániai 17, 18, 19 nemzetiségeket a bozgoroktól, ezek a magyarok, a gagauc, akik totálisan elnyomják és meggátolják tehát a létfeltételeik megvalósítását, Szlovákiában úgy szintén. Milyen érdekes, a V4-ekben, ami nagyon komoly szövetség és egyre komolyabb, az ellenségeinkkel vagyunk szövetségben. Ugye milyen durván nem illik ilyent kimondani, lehet engem már nem érdekel, hogy mi illik. És miközben a Szlovákiában nyelvtörvény van, nyelvi ellenőrzés van, még a Mečiar második vagy harmadik kormánya idején átszabták ugye a Szlovákia közigazgatási egységeit úgy, hogy az okreszek, tehát a járás van a három szlovák kerület, és azon belül okresz járások, hogy csak kettő járásban van némi magyar többség, az összes többet szlovák többséget csináltak. Ennek az egészségügyben, az oktatásügyben, az egyházak mindenféle helyzetből a magyarság kárára sikerült kijönnünk. Na most, nagyapám mondta annak idején, hogy Trianont kisunokám, Horthy fasiszta százados volt, Trianont a Clemenceau és a büdös oláhok okozták. Ő nem tudta, Isten nyugtassa, a Trianon külső okairól beszélt, de vannak belső ellenségek is, távol áll tőlem, ott vannak a könyveim, tőlem balra, de egyébként tőlem jobbra vannak, önöktől jobbra, ott hátul, Kásler miniszter úr segítségével mind összes könyvet ilyen gyönyörű, kemény fedelűbe sikerült most kiadni, és hoztam egy párat. Derekam súlyos megpróbáltatására. Ezeket szépen leírom, tehát röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy Magyar Tudományos Akadémia. Annak idején, amikor a barátai által Steffi grófnak, Steffinek nevezett, Steffelnek nevezett, német barátnői Steffelnek nevezték, magyar barátai és barátnői Steffinek, ne részletezzük, Széchenyi megalapítja, vagy támogatja az akadémia megalapítását Kessel, ahogy mondják a közgazdászok, akkor ő arra gondolt, hogy a magyar nemzetnek a nevelése zajlódjék a Tudományos Akadémián. Na most én a múltkor, hát fél éve, amikor a mostani kormányzat meg az akadémia közötti harc megindult, amelyben én nem meglepő, hogy a kormányzatot szeretném támogatni. Egy kicsit keményebbnek gondolnám a kormányzatot, de ez most nem ide tartozik, nem fogom elmondani. Tehát fél éve csináltam egy bizalmas jelentést az akadémia társadalom tudományi részlegéről. A helyzet olyan rossz, hogy ezt nem is tudom elmondani. Hát el tudnám, csak nem szeretnék Bajer Zsolt szerkesztő úr stílusában fogalmazni. Az ő meg a Szakács Árpád cikkeit tartalmazó könyvből kettő példányt hoztam, akit érdekel, mert a Libri, Magyar Lira, tehát a nagy könyvtárosok nem veszik át ezeket a könyveket. Kultúrharc zajlik Magyarországon, a belső ellenségről beszélek, és arról beszélek szélesebb látószögben, amit a nem messze lévő eltén úgy mondják, hogy aspektusban, ugye, szélesebb látószögben, hogy mi történik a magyarokkal. Ha valaki azt gondolná, hogy csak a csicsói magyarok vannak elnyomatásban, én tudnék arról is beszélni, hogy a budapesti magyarok is elnyomatásban vannak. Én például az, hogy Budapesten előadást tartassak, most csak magamról beszélek, de 5 kollégámról tudnék beszélni, hogy Budapesten itt tudok előadást tartani, meg a két hollós könyvesboltba, meg a még valahol, nem tudom most, hol ilyen sorozatokban. Tehát a helyzet az, hogy kultúrharc zajlik, és a kultúrharcnak van egy a magyar lelket megmérgező, a magyar nemzettudatot előre megfontolt szándékkal leépítő harc része.
Ugyanis, hogyha a magyarok öntudatlan birka néppé válnak, tudják, a Csurka István lapjában, a Magyar Fórumban volt az a híres fotó, hogy betonra festették, hogy birka nép. Hát igen, igen, a helyzet az, hogy az önérzetünktől, a nemzettudatunktól, a múltunk helyes megismeréséről, től a magyarság, nem azt mondom, hogy 100%-ig, mert nagyon komoly egyetemek vannak, hát a református egyetemen ugye együtt dolgoztunk annak idején, tehát vannak azért komoly katolikus egyetemen se olyan rossz a helyzet, de például az állami egyetemeink történelem oktatása, az maga a katasztrófa. A katasztrófa gyökere... A katasztrófa gyökere a Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi része. Én a természettudományhoz nem értek semmit, ugye? Kémiából, fizikából meg is buktam annak, én ismételtem a harmadik gimnáziumot. Viszont tanáraimnak igaza volt teljes mértékben, viszont én fölmértem, hogy az MTA-ban mi a helyzet. A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudósai között a legtehetségesebb ellenségei vannak a magyarságnak. Tehát tetszenek, hadd ne mondjak neveket, mert nem akarok senkit megsérteni. A BBC History-ban múltkor írta valaki, hogy adjam be a szabadkönyves könyveimet, és majd akkor esetleg, ha ők úgy döntenek, én is lehetek akadémikus. Erre csak azt tudom mondani, hogy danke schön, nein. Ugye, amit az egyik leányunokám mondott a másik leányunokámnak Zürichbe. Igen. Na tehát a helyzet az, hogy a... Hát igen, 16 percre beszélek. A magyarság szellemi helyzete az körülbelül ugyanolyan rossz. Nem az eteremben ülők, mert aki egy ilyen előadássorozata eljön, arra ez nem vonatkozik. De gondoljunk bele, hogy amikor el szoktam azt mondani, hogy Trianonnal kapcsolatban három lehetőségünk van, a első, második, harmadik, az első az, hogy elfogadjuk Trianont. És akkor így marad. Erre mondta Posgai Imre a szarvasi halászcsárdába a helyi evangélikus lelkésznek, barátomnak, meg nekem, hogy akkor 100 év múlva végünk van. Így van. És ezt vallja most Magyarországon 4-5 millió ember. A panelok népe. Bocsánat a kifejezésért, én is panelba laktam Szegeden, nem mindenkire vonatkozik ez, de az átlagos magyar, aki el van butítva, aki nem ismeri a saját történetét, tehát nincs mire büszke. Ugye? Nem lehet, nincs az agyába vala semmi, amire büszke lehetne, mert a Tesco fogyasztásra nem nagyon lehetünk büszkék, bár fontos dolog, kétségtelen. A helyzet az, hogy mit lehet csinálni ebben az állapotban. Mit lehet csinálni? És mindig számítsuk hozzá azt, hogy 10 országban vagyunk szétszórva. Hát itt látszik ez a térkép a fejem fölött, én a monitoron látom, ez a 9, tehát a 4-szeres területi revízió rajta van, de a nagy körvonalakat nézzék, ez a Magyar Királyság a Horvát Királysággal együtt. Azzal, hogy a Kalasnyikov üggyel segítettük visszaadni Horvátország függetlenségét, az azt jelenti, hogy társország lehetünk, de ez a 700 éves kapcsolat, ez valami más módon foglalkozik. Tehát a térképről vágjuk le a Dráva folyónál a Horvát Királyság területét, és akkor ott látjuk a Magyar Királyságot. Én ennek a visszaállításának vagyok a híve. Megmondom miért. Egy ungvári vagy Munkácsi Krisztián nevű történész, nem jut eszembe a neve. Ungvár, mindegy, a egyszerűség nem akarom megbántani, nevezzük Kárpátaljai Krisztiánnak. Tehát szerintem, és így teljesen egyértelmű a dolog, azt mondta, hogy egy elmebeteg besugó az, aki ilyeneket mond. A Magyar Idők tavaly június 4-i cikkébe felső parancsa benhagyták azt, amit a területi revízióról mondtam, meg voltam, hogy győződve, hogy kiveszik, benhagyták, hála Isten. Na tehát, hogy én úgy látom, hogy a magyarság előtt a jövőt tekintve az egészségügyi helyzet javításán, a fizikai állapot javításán, Európa legbetegebb népe vagyunk, ki is mondta, professzor azt, hogy mondta, felejthetetlen mondat, hát szörnyű. Tehát ezeken stratégiailag kell javítani. Én gondolom, hogy a Kásler-féle emmi munkatársai ezen dolgoznak, amennyire én meg tudom ítélni történészként.
A környezetszennyezés, ott dolgozik Áder, ő excellenciája, tegnap is nagyon fontos dolgokat mondott a tévében, és úgy látom, hogy talán ért is hozzá. De valahogyan egyesíteni kellene a nemzetünket. Lélekben is, nemzettudatban is, ez az első, ez a legfontosabb. Ebből a célból fontos az, hogy a magyar történelmi oktatás az a normalitás irányába mozduljon el. Nem tudom, is mennyire ismerik, hogy a NAT nemzeti alaptantervet most fejezték be a múlt héten Takaró Mihálytól, tudom, most kerül majd kormányülés elé, és ha elfogadják, akkor indul az új NAT, amelynek a társadalomtudományi, történelmi, irodalmi részeibe, hát ne, ki sem merem mondani, de Gróf Vas Albert benne lesz. Tormai Cecília, ugye, ő franciásan Cécile-nek írta a nevét, államtitkár, apa, nagyszerű leánya, Nobel-díjra földre. Ők benne lesznek, majd tessék megfigyelni, hogy a hvg.hu, népszava.hu, mérce.hu, hogy a hú hogy jön oda, nem értem, hogy milyen elmebeteg támadást fognak indítani a NAT ellen. Tehát a magyarok megcsinálják a NAT-jukat, és a belső ellenség megtámadja a magyarokat a saját fővárosába, a saját hazájába. Itt tartunk most, három lehetőség áll a magyarok előtt, most beszélek 20 perce. Igen, még akkor mondjuk 2 percre kérem szépen a türelmüket, gyorsan elmondom. A jövő, a Trianon 100. évfordulójára jelenik majd meg egy új, hát három új könyv, de az egyiket mondom, annak az lesz a fő címe, hogy bocsánat, mindent vissza, Erdélyt vissza. Ez egy söpredék mondat, mint tudjuk. Az alcím, Trianon okai, következményei és a megoldás lehetőségei. És az alcím alatt lesz még egy kicsibetűs alcím, utolsó üzenet. De ez az én maszek magán dolgom, az én utolsó üzenetem a magyarokhoz. Aztán, no tehát, itt leírom azt, hogy három lehetőség. Az egyik az, amit mondtam, hogy a magyarok elfogadják azt, hogy 10 országban, vagy akár mennyibe szétszórtan vagyunk. Ebben az... Tessék? Nem fogadjuk el. Hát, a hölgy tőlem balra ül, de elég jó. Tudják, Csurka István mondta, hogy én balra még csak nem is indexelek. Felejtetlen mondat. Tehát az, hogy elfogadjuk Janot, akkor először a szomszédos országokban lévő magyarságot számolják föl. Gondoltam, hogy majd számokat fogok itt mondani, hogy a romániai magyarok így mennek lefele, a felvidéki magyarok így, a lélekszámok így, de nincs idő egy kis hozzászólásba ezeket elmondani, mert kivetítem, akkor meg kell magyarázni a táblázatot. Tehát csökken a lélekszámunk, 100 év múlva vége. A múltkor Kanadába autóztunk, az autópálya mellett egy 5 méteres drótkerítés. Az mi? Hát amögött van a, nem tudom én, Navajo, vagy nem tudom melyik indiánoknak a rezervátuma. Kérem szépen, majd rezervátumban leszünk, ha leszünk. A másik lehetőség a területi autonómiák kivívása. Hogyha a Székelyföld, ennek semmi realitása nincs. Tehát Románia inkább kezd háborút Patriot rakéta ütegekkel ellenünk, mint területi autonómiát csinálna, mert azzal Románia létét érzik veszélyben. És ebben, megmondom őszintén, igazuk van, ismerve székely véreimnek a véleményét. Tehát csak zárójelben mondtam. Valamint, hogyha a Székelyföld 3 megyényi autonómiát kap, akkor, de nem kap, de ha kapna, akkor mi lesz a szórvány magyarsággal? Hát erről rémisztő, a Hunyad megyei. A múltkor azt mondja egy lelkész a tévében, Dél-Erdély, Hunyad megye, tessék mondani, mennyi magyar van az önök falujába? Hát 6, csak 6, igen, a feleségem, meg én, meg a 4 gyerekünk. A múltkor az én feleségem, mert Betlen Gábor szülő falujába voltunk, ott volt a magyarul pöntjögő, de románul beszéltem vele, idegen vezető kisasszony, azt mondja, mennyi magyar van, kérdezem tőle. Azt mondja, unu. Unu, egy. Tehát mi lesz a szórvánnyal? Tehát az autonómiát én nagyon fontosnak tartom, Izsák Balázsékat a magyarság hőseinek tartom, csak az a baj, hogy nem oldja meg a globális 10 országba szétszórt magyarság helyzetét. Tehát én tovább lépek a harmadik lehetőség felé, és ez a területi revízió. Ugye az autonómia esetében is azt vizsgáltam az előbb egy mondatban, hogy van-e realitása? Nincs.
A területi revízió esetében van-e realitás? Van. Ugyanis amikor négyszeres területi revíziót csináltunk, akkor mindig a nagyhatalmak döntöttek. Ezt én megírtam a tavalyi Magyar Idők június 4-i számában. Azt mondta a Bangóné képviselő asszony a tévében, hogy én háborús uszító vagyok. Ez szamárság, mert ugye most fejlődik a hadseregünk, körülbelül 10 év múlva a térség számottevő haderővel rendelkező országa leszünk, csak lesz-e fiú és lánygyerek a seregbe? Tetszenek érteni? Mert aki most 10 éves kisfiú, akkor jól kiképzett katona lehet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy inkább a területi revízióra kellene az energiánkat nem pazarolni, hanem fordítani, mert ha ez így történik, akkor beleszámítva a fennvaló kegyelmes Úristennek a segítségét, akkor ez sikerülhet. Utolsó mondatomban egy kis történet. 10 évvel ezelőtt a felvidéki Komáromban, Komárnóban Trianon szoborot avattunk volna az ottani evangélikus püspök, egy fiatal ember, meg egy lelkész, meg hárman én beszéltünk volna. És a szlovák, nem tudom milyen ilyen szobrokkal foglalkozó hivatal betiltotta, és ezért aztán a püspökség udvarán, de nem emlékmű avatás volt, hanem emlékmű bemutatás. Ez egy másik jogi kategória, hogy mik vannak jogászok, ugye? És bemutattuk, de a Szlota János féle szlovák nemzeti párt, Ján Szlota, ugye? Ő 2-3 ezer ember üvöltöző szlovákot oda vezényelt a városba. Félelmetes volt. Magyarokat a Dunában, magyarokat a... Én hallottam. Egy újságíró, meg a lelkész volt, meg se szólhatunk magyarul, hogy agyonverjenek bennünket. Egyszer csak jött egy anyuka, egy ilyen 25 éves kicsi leány, már bocsánat, édesanya, és egy ilyen 2-3 éves babát tolt a kis olcsó kis babakocsiba, és úgy neki ment a tömegbe, és átment. Nyilván sietett, nem akarta megkerülni, és a tömeg így szétnyílt nézve a gyereket, szétnyílt és átengedte. A baba kezébe piros-fehér-zöld kis papírzászló volt, és én akkor úgy láttam, Csókai professzor úrhoz csatlakozva, úgy láttam, hogy a baba előtt egy arkangyal megy, kivont karddal. Az Úr is, és azóta tudom, addig is tudtam, csak más, amikor az ember megbizonyosodik, hogy az Úristen nélkül nem lehet. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Rafai Ernő tanár úr előadását!